Március 21-e a világ egyik legnagyobb zeneszerzőjének, Johann Sebastian Bachnak a születésnapja, amelyet világszerte koncertekkel ünnepelnek. Nem tesz másként Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő együttese, az Anima Muzici Kamara Zenekar sem, amely ezúttal egy zenei időutazásra repíti közönségét, egy csészefinom kávé kíséretében, amelynek az Óbudai Társaskör ad otthont. A Café Bach néven elkeresztelt esemény nemcsak zenéivel, hanem hangulatosan berendezett nézőterével egy igazi 18. századi koncert élményben részesíti az érdeklődőket. Az est házigazdája a karmester és organista Dinyés Soma lesz, aki az anima animamuzicé barok szakértőjeként kalauzolja majd végig közönségét a műsoron. Vele beszélget Szent Imrei Kristóf. Bachnak ugye ismerik azt az oldalát, hogy nagyon sok szép egyházi művet írt, kantálták a oratóriumokat, ismerjük a, a, úgymond világi oldalát, nagyon sok zenekori szvittet komponált, amiket koncerttermekbe jó előadni, de azt az oldalát, amikor egy kicsit lazább Bach, azt nem nagyon ismerjük, ugyanis uh, volt ez a bizonyos Zimmermann féle kávéház Lipcsében, ahol rendszeresen adta koncerteket, a Bach vezette, amikor Lipcsébe került egy időben ezt a Collegium Musicum nevű együttest, amit egyébként Telemann alapított mikor egyetemista volt, aztán más is ö, átvette, és volt egy jó pár év, amíg Bach vezette ezt, ahol nagyon jó alkalma volt előadni azokat a műveket, amelyeket korábban komponált kötemben vagy Weimarban, mint udvari zeneszerző, és ezt szeretnénk ezeknek a koncerteknek, ezeknek a kávéházi koncerteknek a hangulatát feleleveníteni. Azzal együtt, hogy azt is tudjuk pontosan, hogy tulajdonképpen Lipcsében, és illetve 18. században egész Európában nem nagyon voltak helyszínek, amik koncerttermekként funkcionáltak, hiszen nem voltak még ilyen nyilvános koncertek. Ugye a zeneit elsősorban templomokban hallhattak a, az emberek, és, és nagyon kevés alkalom volt ilyen polgári A 18. század vége felé indult az, hogy akkor ilyen kis szalonok jöttek létre, és ott voltak koncertek, de az, hogy több ember befogadó helyszínek, koncertek, ezek nem voltak. És ez a Lipcsei Kávéház is ennek volt az egyik első helyszíne, ami ugye bár kávéházként, étteremként funkcionál, de azért egy olyan szám 150 főbe tudott ülni oda. És pontosan ettől a szükséghelyzettől lett igazából érdekes és különleges a hangulata, hogy tulajdonképpen egy kávéházi millió volt, de már a modern koncert hallgatás élményével távozhattak az emberek, akik beültek. És akkor ezt az érdekes ilyen egyveleg hangulatot szeretnénk felelevinni az Óbudai Társas Körben, ahol ugye segítségünkre van, hogy nagyon sokféleképpen be lehet rendezni ezt a bizonyos termet. És akkor ilyen kis kávéházi házi asztalokkal fogjuk berendezni, úgy, úgy fog ülni a közönség, és több csemballót is el fogunk helyezni, hiszen valószínű, hogy ott sem volt az, hogy na most van egy színpad, és akkor ott zenétek, hanem különböző helyeken lesznek különböző csemballók, és ezért kihasználjuk ezt az előnyt is, ami egyébként Magyarországon nagyon ritkán hallható. Bachnak vannak ugyanis olyan koncertói, olyan versenyművei, amelyet a zenekar kísérettel több csemballó a szólista. És most itt ez a C-dur három csemballós versenyművét fogjuk előadni, és a teremben, a terem három különböző pontján lesz három csemballó, három csemballistával, a zenekar a színpadon természetesen, és akkor így fogjuk előadni a Bachnak ezt a három csemballós versenyművét is. Úgyhogy ez a célunk, hogy valami egészen különleges koncertélményt nyújtsunk a hallgatóknak hogyan tudom úgy illeszkedni Bach zenének a hangzásvilága ebbe a környezetbe, mondjuk egy templomi környezethez képest? Igen, nagyon érdekes, két oldal is meg világítani. Egyrészt, hogy ugye maguk a zenészek, azok ugye elvileg ugye Lipcsében, amikor Bach kántor lett, akkor neki volt egy profi, úgymond fizetett zenekara, ugye a Stabpfeiferek és a Kunstgeigerek, ugye ők voltak a város által fizetett zenészek, és nekik igazából, ha csak a templomban játszottak volna, az egy picit, hogy is mondjam, kevés lett volna ahhoz, hogy megfelelő ügyességet, megfelelő gyakorlatot szerezzenek a, a, zenélésben, és ezért ők valószínűleg minden ilyen egyéb alkalmonnak is örültek, hogy játszhatnak, de nem csak belőlük tevődött ki a Zimmermann-féle kávéházban zenélő muzsikusoknak a létszám, Száma, hanem az egyetemistákból, akik ugyancsak ugye Lipcse Egyetemi Város volt, nagyon sok fiatal volt, és ők is ugye zenéltek, tehát ők is játszottak, illetve a Lipcsei újságban, ami akkor már működött, mindig meghirdették ezeket az alkalmakat, hogy várják az önként jelentkező virtuózokat a zenekarba zenélni. Ugye akkor nem úgy nézett ki még egy produkció, egy zenekari produkció, hogy akkor a zenekar magába próbált, és utána kiállt a színpadra, és akkor eljátszott egy tökéletes produkciót, hanem úgy volt, hogy minden tulajdonképpen blatról első, első látásra játszottak, és ezért az egyetemisták is, és ezek a bárhonnan érkező idézjelben virtuózok, önjelölt művészek, ők mind beülhettek a zenekarba, és akkor ők is ugyanúgy kirakták a szólamkotát, és akkor abból együtt zenéltek, és abból létrehoztak valami egészen furcsa és újszerű dolgot. Úgyhogy Bachnak például úgy kellett megkomponálni a műveit, amit itt elő akart adni ezen az alkalmakon, hogy tulajdonképpen elég jól, szinte elsőre leolvasható legyen bárkinek, az a szól, amit a zenekar játszik, és csak a szólisták, ők, őnekik volt ugye nehezebb és előre gyakorolandó szólamuk. Ez az egyik része, ez ugye a személy része. Ugye a művészeti része pedig ugye nagyon érdekes, hogy az emberek azt gondolják, hogy teljesen másfajta zenét játszottak a templomban, és másfajta zenét az ilyen koncertteremszerűségekben. De nagyon sok olyan alkalomról tudunk, amikor Bach például megírt egy úgymond világi kantát, hát például valaki épített egy házat, és tehetős volt, és akkor felkérte Bachot, hogy hát akkor kélek Bach erre az alkalomra komponálj nekem, csak nekem egy olyan darabot, amivel felköszöntjük, hogy felavatjuk a házamat. És akkor Bach megírta ezt a zenét, de már úgy komponált, meg az összes áriát, hogy arra már megszületett rögtön a kedvenc szövegírója által, például a Pikandernek nevezett szövegírója által, ő már rögtön megkomponálta azt, hogy a következő vasárnapon egy egyházi szöveg is rá menjen ugyanarra a zenére, amit Bach megkomponált. Ezt hívjuk úgynevezett paródia eljárásnak, és akkor Bach előadta, akkor mit tudom én mondjuk pénteken ezt a házavató kantátát, és akkor a következő vasárnapon, de lehet, hogy figyelt rá, hogy ne olyan hamar legyen, hanem itt akár két hónap múlva, ugyanaz a zene, ugyanaz az árja, ugyanazok a kórus egy más szöveggel, egy egyházi a sított szöveggel elhangoztak a vasárnapi istentiszteleten is. Tehát igazából nem nagyon volt különbség az egyházi és a világi zenei stílusban. Ugye hát közismert is Bakról, hogy nagyon szerette a kávét. Te mennyire vagy kávézós típus? Én egyáltalán nem. <gül> <gül> szóval így van, ugye a kávét azért meg kell említeni, és ugye el fog hangzani ezen a koncerten Bachnak a kávé kantátája is, ami ugye nagyon érdekes, mert ugye ez a saját életének a tapasztalataiból írta azt a kantátát, ugyanis a lánya az egyik szereplő ebben a kantátában, a Lisztjen, ugye arról szól ez a kantát, hogy mennyire szereti a kávét, és semmiért nem mondana le azért, hogy ugye a kávéját megihassa, és akkor ugye aztán jön ugye a Slendrián, ő szerintem Baknak a mókás önkritikája, ugye, hogy Slendriánnak nevezi a szereplőt, aki tulajdonképpen az apa szerepét játsza ebben a kantátában. Ő csak azzal tudja megfogni a lányát, hogy rendben van, akkor viszont nem mehetsz férhez, hogyha nem mondasz le a kávé állandó élvezetét, és akkor azt mondja, jaj, azt ne, azt azért mégiscsak szeretné. De ugye az záró tercetből kiderül, hogy végül is a kérő, akiről nem akart lemondani, ő is ugyanúgy kávézik, és akkor így utána már hárman kávéznak. Tehát ez a story a kávé kantátával. Tehát, hogy valószínűleg hogy is szerette a kávét, és itt a kávét, és hát igazából akkor még nem voltak otthoni kis hanem egyetlen alkalom az ugye ott volt, hogy a kávéházban ihatott az ember kávét, ami gondolom nem is volt olcsó mulatság. És amit a kávé kapcsolatban akartam mondani, hogy ez egy új dolog volt nagyon, tehát hogy ez nem olyan, most mi bárhol megyünk kávézgatni, de az bizony a 18. században kerül be Európába a kávé, mint olyan, ugye a különböző gyarmati hódítások által, Törökországon keresztül, illetve Anglián keresztül, és eleinte egyébként nagyon érdekes, hogy ezeket a különböző szereket, mint a kakaóba, a kávé, ezeket mind a patikában árulták gyógyszerként. Mert ugye nem ismerték, csak egy-két hatását ismerték, és aztán rájöttek, hogy hogy, hogy működik. És aztán utána, amikor már a gyógyszertárban nem lehetett eladni, mert már mindenkinek volt, ha mindenki tudta, hogy azért annyira nem gyógyhatású, csak olyan jó az élvezete, utána kerültek át így a közéletbe, és utána lehetett megvásárolni őket. De ez még pont az a fázis, amikor a kávéházakban lehetett csak kávét inni. És ugye az a másik dolog, hogy nem szabad azt képzelni, hogy olyan kis kávét, és eszpresszót vagy hasonlót ittak, hanem ez még bizony az a zaccos, törökös kávé volt, amit ma már nem sokan szeretnek. De már akkor is tulajdonképpen a társasági élet egyik, és a kulturális élet egyik központjai voltak a kávéházak. Tehát például a német kultúrkörben az 1700-as években pont honosodott meg ez az úgynevezett Kaffékuchen, ugye, ami Igen. az angol öt órai teázás <laughs> De mintájára honosodott így meg. Van. Ott. Pontosan, és ez szépen társult az a kávénak, mint új dolognak a bejövetelével, plusz a kuchen, plusz a beszélgetés, plusz a koncertek. Tehát az egésznek már egy ilyen polgári, nagyon kellemes polgári hangulata van és ezt tehát majd átélhetik azok, akik majd eljönnek a koncertre. Igen. Egy picit beszéljünk még, hogy milyen művek hangzanak el. Ugye lesznek azért közismertebb művek is, például Igen. ez a bizonyos kávékantát, Igen. de olyanok is azért, amik talán kevésbé ismertek uh, úgy az érdeklődők számára. Így van, ugyanis erről nagyon érdekes és sok információnk van, hogy milyen zenéket adhattak elő. Tehát Bachnak a koncertóit, amiről beszéltem az előbb, ez a három csembalos koncertó, ezt egészen biztosan tudjuk, ugyanis megjelent például az egyik lipcsei újságnak az egyik számában, hogy annyira jól ment ez a kantáta sorozat, hogy saját hangszerekbe tudott investálni. És megjelent az újságban, hogy és a holnapi koncerten meghallgathatják a vadonat új XY által készített nagy csembalónak a hangját. És akkor tódultak az emberek, hogy az új hangszert felavassák, és hogy meghallgassák a hangját. Úgyhogy ezért viszonylag biztosan tudunk darabokra, amik elhangozhattak, és ezekből állítottam össze a műsort. Tehát például Baknak a zenekari szvítjei, azok egészen biztosan elhangzott ugye négy zenekari szvit maradt láng ebből mi a hámos szvittet, talán a legismertebbet fogjuk előadni, de azzal együtt Bach saját kortársaitól, saját rokonaitól is adott előműveket, ezekről is vannak azért információink, úgyhogy például elő fogjuk adni Johann Ludwig Bachnak is, Bachnak egyik távolinokatestvérének a szvittjét, ami azért érdekes, mert annak az utolsó tétele, az meglepően hasonlít, ugyanaz a dallama, mint Bach egyik zenekari szvittjének az utolsó tétele, ezt például ezt a két tételt is el fogjuk játszani egymás után, hogy halljuk azt, hogy tulajdonképpen Bachot ugye úgy tekintünk rá, mint tényleg a zene egyik istenére, de azért látnunk kell azt, hogy bármennyire is tisztelő Bachot, és nekem is az a véleményem, hogy a világ a zene történet legnagyobb zeneszerzője volt, de azért látnunk kell, hogy azért volt ott körülötte egy nagyon színvonalas egyéb zeneszerzők is, akikről manapság szinte semmit nem tudunk, akikből Bach ugyancsak merített ötletet, tehát hogy Bach összegezte, és az ő munkásságában összegződik tulajdonképpen a barok zene, de azért nagyon színvonalas volt az a kultúrkörnyezet, környezet, amiből ő megalkotta ezeket az utolérhetetlen műveit. Tehát ezt is fontos látnunk. Úgyhogy ezért lesz Ludwig Bach-tól is egy szvit, illetve ami még érdekes, hogy bizonyos kotta könyvecskék fennmaradtak Bachnak a családjából. Ugye az a a könyvecske is hogy hogy a legidősebb fiát, Wilhelm Friedemann Bachot tanította csemballózni, és akkor abba a kis füzetecskébe írta le a saját műveit, amivel tanította őt. Ugye tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ma is ezeken a kis apró műveken nőnek föl a zongorát tanuló fiatalok. Illetve van két füzetünk is, amelyben Anna Magdalena Bachot második feleségét tanította, és ebből a kis füzetecskéből is előadunk olyan dalokat, amiket tulajdonképpen más helyen, más alkalmat, tehát kizárásos alap pont csak itt adhattak elő. Hiszen ugye Bachnak a lakása, ami ugye benn volt ugye a Tamás templom iskolájában ott fantasztikusan nagy élet lehetett, hiszen Baknak oda jártak a magán növendékei, ugye a, a, fiai, ott együtt zenéltek, kamaráztak, tehát egy nagyon izgalmas hely lehetett, és szívesen megnéztem volna. Viszont ott az nem volt koncert helyszín, tehát ott csak maguknak zenéltek. De ezek a kis dalocskák, amelyek benne vannak, és világi szövegűek, tehát templomban biztosan nem énekelhetik el, ezeknek tulajdonképpen az egyetlen helyszíne, ahol ezt előadhatták, ez ez a bizonyos féle kávéház lehetett, és ezért fogunk ebből az Anna Magdalena Bach Tecskéből is három dalt meghallgatni, majd a szólistáink előadásában. Az elmúlt percekben Dini Somával, a Café Bach nevű estházi gazdájával beszélgettünk, aki az Anima muzici Kamara zenekarral ad különleges hangulatú koncertet, március 21-én este 7 órakor az Óbudai Társaskörben, ahol tehát Bach kávé kantátája is elhangzik majd.